mi segítségünk és ünnepszentelésünk az Úrtól van, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindannyiunkat. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki elérkezett a templomi Isten tiszteletre, és azokat is a kedves nézőket, akik most a Nagy Dolog televízión keresztül követik Isten tiszteletünket, vagy az online térben. Sokan tudjuk, szerintem mindannyian, akik itt vagyunk, hogy a héten zajlott 4 kontinensen, 21 országban a házasság hete. Nagyon sok szép rendezvénnyel, és hát az idén online formában mi is bekapcsolódhattunk. Én magam is sok előadást megnéztem, és nagyon jó előadások voltak, és Isten tiszteletek is nagyon tartalmasak. A házasság hete idei arcai Pál úr János, református orgonaművész volt, és felesége Pál úr Kornélia, magyar angol szakos tanár, akik 30 éve házasok és 4 gyermek szülei. És hát ebből az alkalomból mi is, mi nagydorogi reformátusok, mi minden esztendőben most is családi hálaadó istentiszteletet tartunk, amelybe nagydorogi református házaskör tagja is be fognak kicsit kapcsolódni, segítségemre lesznek a bibliai történet felolvasásában, az imádkozásban és végül az áldás felolvasásában. Kezdjük át Isten tiszteletünket elénekelve a 395. számú dicséretünk első versszakát, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Folytassuk a második verszakunk eléneklésével, szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Szeretném megkérni Junkóc Vámosi Szavinát, aki
Nemrég kötöttek házasságot, és azóta hála Istennek gyönyörű kislánykájuk is megszületett, hogy ő olvassa fel számunkra a mai vasárnap a bibliai történetet. Hallgassuk figyelmesen és nyitott szívvel. A mai bibliai történetünk Mózes első könyvének második fejezetéből 18-24. Terjedő igeszakaszig hallgassuk végig. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott ezért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Köszönjük szépen Szabinának, Istennek gazdag áldása legyen az ő igének olvasásán, megértésén és szívünk befogadásán. Foglaljuk el helyeinket, és így énekeljük el a 167. számú dicséretünk első verszakát, jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg Istennek üzenetét, ugyamint az írva található a példabeszédek könyvében, a 30. fejezetben, 18-19-ig terjedő igeszakaszban a következőképpen. Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek. A sasmadár útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren, és a férfi útját a nővel. Eddig tart az idézet a Bibliából. Kedves testvéreim, mindannyian jól ismerjük a teremtés történetét, amiből Szabina fel is olvasott egy részt, hogy Isten minden egyes nap, amikor megteremtette a körülöttünk élő lévő rengeteg csodát, minden egyes napon, a nap végén azt mondta, vagy így van leírva a Bibliában, hogy látta Isten, hogy minden, amit megteremtett, íme igen jó, nagyon jó, nagyszerű. A hat jó után, hat alkalommal mondja Isten, hogy minden nagyon jó. Egyszer csak elhangzik egy ilyen megállapítás, hogy nem jó. Vajon mire mondhatta Isten azt, hogy nem jó? Hát szerintem mindannyian tudjuk a választ, nem jó az embernek egyedül lenni. Erre mondta mi teremtőnk, ami
zseniális tervező mérnök Istenünk, aki ennyi csodát, formát, színt megalkotott, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És hát szerintem ebben a vírusos helyzetben, amikor sokat voltunk, sokkal többet voltunk azért mindannyian egyedül, mindannyian megtapasztaltuk valamilyen formában, hogy a magány, az elszigeteltség, a szeretteinktől való távolságtartás legalább olyan rossz, legalább olyan lehangoló, megbetegítő, mint a vírustól való félelem. Mert nem jó, valóban nem jó az embernek egyedül lenni, mert minket az Úristen kapcsolódásra teremtett. Kapcsolódása vele, és kapcsolódása egymással. Olvastam egyszer egy kis történetet, egy törzsről, akik az őserdő mélyén éltek, hogy ebben a törzsben, hogyha valaki nagyon súlyosan vétett a törzs szabályai ellen, akkor nem zárták börtönbe, mert olyan nem volt. Nem ítélték halálra, nem volt halálbüntetés, hanem kizárták a közösségből. Kiközösítették. És hiába hagytak neki bőséges ételt, szerszámok is voltak a közelében, ruhákat is kapott, mégis ez az ember elpusztult egy idő után. Mert nem jó az embernek egyedül lenni. Mert nem tudunk kapcsolódás nélkül élni. És hát az együttélésnek egyik legkisebb sejtje, legbensőségesebb formája az a házastársi kapcsolat. Gárdonyi Géza, ami híres írónk, írta a következőket, nagyon szép ez az idézet, nagyon szép és megható, a család is olyan valami az életben, ami becses, így írja Gárdonyi. Olaj az élet lámpásában. A család is olyan valami az életben, ami becses. Olaj az élet lámpásában. Milyen szép ez az idézet, és úgy belegondoltam, hogy mennyire jó, hogyha valaki így tud tekinteni a családra. Hogy az becses, hogy az kincs, hogy olaj az élet lámpásában. Valahol olvastam egy kutatásról, hogy haldokló embereket, akik már tényleg készültek hazamenni, megkérdezték, vagy arra hívta valaki egy ilyen pszichológus, hogy emlékezzen, hogy mit értékel leginkább az életben, mire a leginkább büszke. És akkor nagyon érdekes megfigyelés volt, hogy ezek az idős emberek, férfiak és asszonyok egyaránt, nem a karrierjük sikerét emleget. Nem az, hogy mennyi pénzt tudtak összegyűjteni, és most a bankban mennyi pénz van a számlaszámukon, hanem szinte mindegyiknek, vagy nagyon nagy többségnek a család. A család jutott eszébe. Hogyha bensőséges volt a szüleikkel való kapcsolat, ha gyermekeik, unokáik születtek, és jó volt közöttük a kapcsolat, ha jó volt a párjával a kapcsolat, erre emlékeztek igazán vissza, ezt értékelték a leginkább életük vége fel. Ezt tekintették a legnagyobb sikernek. Olyan jó azt hallani, hogy a házasságot nem az ember találta ki, hanem Isten maga mondja azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki segítő társat, hozzáillőt. Ez is nagyon fontos, hozzáillőt. Ezért elhagyja az apját és az anyját a férfi, és ragaszkodik feleségéhez. Ezt Isten mondja ki. Viszont azt is látjuk, drága testvéreim, azt is érzékeljük, tapasztaljuk, hogy a bűneset következtében megromlott a mi kapcsolatunk. Nem csak Istennel, az ember és Isten közötti kapcsolat, hanem sajnos zavar támad, nagy zavar az ember-ember közötti kapcsolatban is. És ez alól sajnos a házasságok sem kivételek. Nem maga a házasság intézménye a bűnös, a rossz,
Mert ennél jobbat mind a mai napig nem találtak ki. Nem találtak ki jobbat, olyan formát, együttélési formát, ahol a kívánt gyermekek is megszülethetnek, és növögethetnek. Nincs ennél jobb életforma, mind a mai napig. Nem ezzel van a probléma magával a házassággal, hanem ahogy Jézus fogalmazta, ami szíveink keménysége a probléma, hogy útközben valami úgy elromlik, annyira bántjuk egymást, hogy a végén már nem tudjuk helyrehozni. És ezt őszinte bűnbánattal be kell vallanunk. Be kell vallanunk Isten előtt is, hogy nem az intézmény a gond, hanem mi vagyunk a problémásak, a mi szívünk keménysége. Vannak, akik azt mondják, hogy néha mai fiatalokra mondják, hogy milyen könnyelműen állnak össze a mai fiatalok, kötnek házasságot, és ez akkor nem is csoda, hogy olyan sok a válás. Én ezt, drága testvéreim, cáfolom. 25 éve vagyok lelkipásztor, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy rengeteg fiatal párt megeskedtem. De szívemre teszem a kezem, és úgy mondom el, hogy mindegyik házas pár nagyon komolyan gondolta az indulásnál, hogy ők holtomiglan, holtáiglan, hogy ők együtt maradnak, mert senki nem úgy házasodik, hogy egyszer majd legfennebb elválunk. Senki. Nekem egyetlen egy ilyen tapasztalatom nem volt a házaspárokkal kapcsolatosan. Mindenki az indulásnál nagyon-nagyon komolyan gondolt, és szívből akart, hogy sikerüljön. És ezért, ha valakinek jó házassága van, legyen nagyon-nagyon hálás érte az Úristennek, mert ez nagy ajándék. De ugyanakkor tudom, hogy nagyon sok munka is benne van egy jó kapcsolatban. És akinek pedig pótvizsgázni kell belőle, mint ahogy sajnos nekem is, és szerintem itt többünknek is, kérjünk az Úristentől bölcsességet, kérjünk az Úristentől erőt, hogy ez a pótvizsga legalább sikerüljön. Engem sokat foglalkoztatott, nem véletlenül ez a téma az utóbbi időben, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni a mai házasságoknak. Hol kell még inkább résen lenni? Mit tanulhatunk a tévedéseinkből? És hát azok, akik 30 éve házasok, 40-50 éve, azok is együtt maradtak ennyi év után, sok tanácsot tudnának nekünk fiatalabbaknak adni, úgy hiszem. Sokat tanulhatnánk egymástól, és kell is, hogy tanuljunk egymástól. Ugyanakkor itt a házasság het egyik kerekasztal beszélgetésében mondta az egyik hölgy, Révész Szilvia, egy baptista lelkésznek a felesége, ami nagyon megfogott ez a mondat, azt mondja, hogy a jó házasságra nincs egységes recept. Amit valaki elmond, és akkor azt mindenkinek így kell csinálnia, és akkor garantált a siker, mert mindegyik házasság, mint az új lenyomat, nincs két egyforma, más. Mert mindegyik házasságban más a férfi, más a nő, más a kapcsolódás. És hát persze lehetne felsorolni ezeket a kihívásokat, én magam is összeszedtem, de most az idő rövidsége miatt erre nem kerül sor, meg hideg is van, talán majd egy következő alkalommal. Csupán annyit mondok a legvégén, ezt a gondolatot jegyeztem le, hogy amikor én idejöttem, volt a lelkészi beköszönésem, a megválasztásom, ige hirdetésén, az az ige volt, lehet van, aki még emlékszik talán, amikor azt mondja Isten Pál apostolnak, és mondja nekünk is, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által ér célhoz. Elég néked az én kegyelmem. Ezt sokszor megtapasztaljuk a személyes életünkben is, de én arra jöttem rá, így a sok minden közepette, hogy ez a kapcsolatainkra is igaz. A házasságainkra is igaz. Hogy kegyelemből sikerülhet, nem a mi nagy erőnkből.
Ez egy nagy titok, egy nagy misztérium, egy nagy kegyelem, hogyha sikerül. És hogyha az Úristen ott van mindkét fél életében, mert a házasság az társas játék, de mindkét fél egyformán szükségeltetik. Ha ott van Isten, és az ő szemüvegén keresztül tudjuk látni egymást is, a kapcsolatunkat is, akkor sokkal nagyobb az esély a sikerre. Ezért én újra és újra arra jövök rá, hogy semmiképpen nem szabad Isten kihagyni ebből a fontos kapcsolódásból, ami a házasság. Hogy tényleg igaz az, hogy a hármas kötél, ha ott van Isten is harmadikként, akkor nem szakad el hamar. De nem csak az indulásnál kell legyen ott az Úristen, hanem végig az úton. Ugye ezt mondjuk a végén, így hangzik ez a házassági eskütétel, hogy Isten engem úgy segéljen, azaz Isten legyen ebbe segítségemre. Mert nem megy egyedül. Mert ez kegyelem, ez titok, hogyha sikerül. Hát a mai vasárnap kérjük az Úristen áldását a mi családjainkra. És hát ez a család az egy nagyon tág fogalom. Most visszagondolunk a mi drága nagyszüleinkre is, még hogyha már nem is élnek, de haló porukra is. Porukban is visszagondolunk az ő házasságukra, hisz onnan kaptuk mi is az életet valamilyen módon. És visszaemlékezünk a szüleink házasságára, hogyha még élnek egyáltalán a szüleink, akkor hálásak vagyunk értük. Ha jó példát tudtak ebben mutatni, ha nekik sikerült, ezért is hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk nekik, hogy az ő szerelmük gyümölcseként mi megszülethettünk. Mert ugye a mi szüleink nem kötnek házasságot, nincsenek együtt, akkor mi most nem élünk. Hálát adunk értük. Hálát adunk a mostani kapcsolódásainkért, hogyha jó házasságban élünk. Nagy hála az Úristennek. Hogyha valaki pedig épp újratervezésben van, akkor ehhez kérjük az Úristen segítségét és bölcsességét. És végül féltő szeretettel, és hát azért nem kis aggódással gondolunk a gyermekeinkre, és a unokáinkra is, mert feltevődik a kérdés, szerintem sokan megkérdezzük itt csendben magunkban, vajon milyen lesz az új generáció élet, vajon nekik sikerül-e? Milyen lesz az ő párkapcsolatuk, házasságuk, boldogok lesznek-e? Féltő szeretettel és imádsággal gondolunk az új generációra is. És sokunknak vannak gyermekeik, már unokák is. És a legvégén egy kis humoros gondolattal zárom, ami humoros, de ugyanakkor nagyon komoly. Az első osztályos hittanórásokat kérdeztem meg múlt héten, hogy találkoztam velük, ugye a hittanóra végén házasság hete van, és akkor megkérdeztem, gyermekek, nekti mit gondoltok a házasságról? Hogyha halljátok ezt a kifejezést, hogy házasság, nektek mi jut eszetekbe? Mert tudtam, hogy az első osztályosok a legőszintébbek. Ők aztán tényleg még gyermeki őszintességgel kimondanak mindent. És a következőket mondták. Hát szeretik egymást, puszilkodnak, adnak egymásnak ajándékot, adnak egymásnak gyűrűt, adnak egymásnak csokrot és csókot. Hát úgy elmosődtem. És hála volt a szívem, mert úgy gondolom, ha az új generáció, akik azért csak a szüleiktől látnak valamit, mintákat, így gondolkozik a házasságról, akkor itt azért van remény, és reménnyel az Úristen kegyelméből tekinthetünk a jövendőben is, úgyhogy így áldjon meg minket, a mi családjainkat, a mindenható Isten. Ámen. Imádkozzunk, és megkérem Tájből Józsefet, aki gondolkunk, de a házaskör tagja is, hogy vezessen bennünket imádságban. Köszönjük neked, Istenem, hogy mai nap is megállhatunk itt a templomban előtted.
Köszönjük, hogy azért minden nap veled lehettünk otthon, amikor az igét olvassuk, amikor a szeretteinkre gondolunk, és nap mint nap szinte imádkozunk értük. Köszönjük neked, hogy itt állhatunk ebben a hidegben, és kiteríthetjük a szívünket, hogy te fel tudjad melegíteni. És köszönjük, hogyha ez valóban így történik, hogy felmelegszünk, és így tudunk hazamenni, és ezzel a szívvel tudunk a családjainkra gondolni. Köszönjük neked a nagy családot, ezt a gyülekezetet, ahova tartozhatunk, és itt is gyakorolhatjuk azt, hogy megértjük és szeretjük egymást, és lehet, hogy csak elviseljük, de mindezt a te jó voltodból, te adsz hozzá erőt, te adsz hozzá alkalmakat, te adsz hozzá szavakat egyáltalán. Köszönjük neked a családunkat, köszönjük a gyerekeinket, akik nemrég kötöttek házasságot, tervezik az ő jövőjüket. Kérünk téged, hogy vigyázz rájuk, hogy add meg nekik azt a lehetőséget, hogy veled együtt lehetnek ott azokban a tervezésekben, hogy a te tanácsaid szerint tudják az életüket kormányozni, és a te áldásaidat meg tudják tapasztalni. Köszönjük a házastársunkat, köszönjük a társunkat, aki ki hány évet vagy évtizedet töltött el. Sajnos valakik már elbúcsúztak egymástól, de lélekben ők is együtt vannak. Így áld meg azokat, akik a héten gyászoltak, és koporsó mellett álltak meg, és bánat van a szívükben. Adj nekik vigasztalást, Istenünk. Köszönjük, hogy te veled indulhatunk a jövő héten is, hogy nap mint nap meg tudunk emlékezni te rólad. Köszönjük neked, hogy velünk vagy, amikor problémáink vannak. Köszönjük, rád gondolhatunk, amikor örülünk és áldásokat is tapasztalunk. Legyen ez így jövő héten is. Áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg mindenkit egyenként. Hogy tudjunk jövő héten is itt találkozni. Legyen ez így. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljuk el helyeinket, és végezetül a 395. számú dicséretünknek harmadik verszakát énekeljük el. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy. Thank you.
Hallgassuk meg a hirdetéseket, először is kegyelettel emlékezünk Zsebő Jánosné született Marosi Margit testvérünkre, akit múlt héten kedden temettünk el. Itt vannak az ő szerettei, ráemlékeznek mindazok, akik ismerték, tisztelték őt, nyugodjon békében, és az ő emléke legyen áldott a ti szíveitekben. Presbiter testvéreknek említem, hogy február 26-ára, kedd délutánra tervezzük a következő presbiteri gyűlést, úgyhogy így kérem, aki tudja, mindenképp tegye szabaddá magát. Köszönjük szépen a perses adakozást is, az egyház fenntartói járulék befizetését, amely az idei esztendőre 6000 forint fejenként. És hálások vagyunk, hogyha adójuk 1%-át is, 1%-át felajánlják a Nagy Dorogi Református Gyülekezetért Alapítványnak, a másik 1%-ot pedig a Nagy Magyarországi Református Egyháznak. És mindenkit hívok, akinek kedve van inkább a udvar felé, a kert felé, hagyjuk el a templomot, legalább így távolról találkozunk, szemeinkkel üdvözöljük egymást. És akkor végezetül fogadjuk az áldást, Reiningné Csilléri Erika fogja felolvasni, aki szintén a házaskör tagja. Áldjon meg téged gazdagon a magasságos Isten, emeljen föl magához, adjon létednek távlatot, áldjon meg téged gazdagon az irgalmas Isten, bocsássa meg tévejgéseidet, adjon lábad elé új utat. Áldjon meg téged gazdagon a jóságos Isten, jöjjön feléd hétköznapi kincseivel, adjon megelégedést szívedbe. Áldjon meg téged gazdagon a hűséges Isten, öleljen magához, hogy ne légy egyedül, és adjon igaz hitet neked. Áldjon meg téged gazdagon az erős Isten, borítson be oltalmazón szeretete palástjába, és adjon lelkedbe bátorságot. Hát így mondjuk rá közösen, hogy ámen, így legyen, így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek, most és minden időben. Ámen. Innen köszönünk el áldás, békesség, további szép vasárnapot, és az Úr éltet, találkozunk jövő vasárnap is. Amen.